Jó estét kívánok, aktuális című műsorunkat látják. Munkácsi Mihály születésének 174. évfordulójára emlékezett meg a mai napon Békés Csaba megyei jogúváros önkormányzata és a Munkácsi Mihály Múzeum. Ezen apropóból egy kiállítással is készültek a Munkácsi Emlékházban, melyet Gyarmati Gabriella nyitott meg. A témában beszélgetünk Gyarmati Gabriellával, üdvözlöm. Üdvözlöm én is. Mit lehet tudni magáról a kiállításról? Ugye a bevezetőben elhangzott, hogy Munkácsi Mihály 174. születésnapját ünnepeljük a mai napon. A kiállítás tulajdonképpen bármelyik születésnapra megrendezhető lett volna, tehát nem kapcsolódik konkrétan ehhez az évfordulóhoz, de szervesen kapcsolódik Munkácsi Mihályhoz, részben a személyéhez, másrészt a munkásságához. A Munkácsi Mihály Múzeum gazdag relikvia gyűjteményéből, amely ma 2018. február 20-án 576 tételt számlál. Tehát ebből a relikvia gyűjteményből készítettem egy válogatást, amely azokból a fotó, amelynek fotóegysége abból a fényképanyagból áll, amelyet még Munkácsi Mihály özvegye a festő halála után ígért a békés csabaiaknak, és végrendeletileg teljesítette is az ígéretét. Ugye ön is említette, hogy ez egy fotókiállítás zömében. Mit ábrázolnak a fotók itt? Arra gondolok, hogy a Munkácsi képeket, vagy magát a művészt? Ez a relikvia gyűjtemény, ami a múzeumban van, ez mindkettőt magában foglalja, és még más tárgyköröket is. Tehát elsősorban a Munkácsi Mihály festményeihez készült fotótanulmányokat, minden tárgyat nagybecsben tartunk, de ez nyilván egy műtörténésznek nagyon fontos. Ezek közül a kiállításban a síralomházhoz készült fotók közül négyet láthatunk, a Golgotához készült gyűjteményükben lévő két kép közül pedig azt, amelyiken egy viszonylag közismert képről van szó, amelyiken a feszületre utaló gerendavázra Munkácsi Mihály önmagát kötette fel, és így készült a fotó. Szerencsés módon az állandó kiállításban látható nálunk egy olyan festményvázlat, amely szinte egy az egyben történő átírásának tekinthető, mármint ennek a bizonyos fotótanulmánynak. Nagyon, nagyon érdekes a kettőnek az együttes szerepeltetése. Azért is, mert szerintem nem gondolunk bele abba, általában szerintem múzeumlátogatóként, hogy azok a festmények, azok a műalkotások, amelyeket látunk a kiállítótermekben, azok milyen alkotó folyamat eredményeképpen jönnek létre. Tehát talán nem gondolunk ebben, talán nem ez a kiindulási alap, talán nem is szükséges, hogy ez legyen, de számomra mégis érdekes, hogy ezekkel a fototanulmányokkal fel tudjuk fejteni a Munkácsi munkamódszerét, rá tudunk világítani olyan érdekességekre, amelyekre talán nem gondol a látogató, azt, hogy először a gondolat megszületése, a műalkotás alapgondolata megszületése után elkészítette ezeket a fototanulmányokat, ezekről rajzvázlatokat készített, utána festményvázlatokat, utána következtek a szín- és kompozíciós vázlatok, és amikor ezt az utat végigjárta, több-kevesebb körtéve, utána foghatott tulajdonképpen csak a nagy műhöz. Akkor, ha jól értem, ezek a fotók szerves részét képzik a Munkácsi műveknek, ugyanis ezek hozzájárultak ahhoz, hogy elkészüljön egy-egy festmény, ha jól értem. Igen, ez a műcsoport, igen, de a Munkácsi fotógyűjteményünk egyébként több tematikát foglal magában. Nagyon gazdag az az egysége, amely magát a festőt, Munkácsi Mihályt és családját ábrázolja. Nagyon egészen fiatal korától, a düsseldorfi évektől kezdve tudjuk elmesélni Munkácsi élettörténetet ezeknek a fotóknak a segítségével. 1874-ben a házassággal kapcsolódik be Cecil, az ő cilikéje a történetbe. Cilikéről is nagyon sok fotót birtokol a múzeum. Valamint egy igen gazdag anyagot, Munkácsi Mihály életének helyszíneit feldolgozzák fel.
Elsősorban a párizsi palotát mutatják be, a párizsi nagyon-nagyon reprezentatív palotát, az irillésre méltóan gazdag, nagy odafigyeléssel, óriási összegből felépített és berendezett palotát. Egyrészt a műtermeket, amelyeket, hogyha megnézzünk, akkor tehát látható, hogy igen, tehát ez egy festőfejedelem műterme. Tehát ez nem csak egy festőműterem, ez egy festőfejedelem műterme, tehát ilyet nem engedhet meg magának akárki. De bepillantást nyerhetünk a reprezentatív szalonokba is, amelyeknek nagyon egységes a berendezés a műtermekkel ellentétben, amelyek nem egységes stílust képvisel a berendezés, és ez igazából nem is ez a cél, hanem tulajdonképpen ezek adták Munkács Mihály munkája során a kellékeket az interjúrok berendezéséhez. Tehát, tehát nagyon sokféle van, de minden nagyon szép. És ezekből szemezgetett, ugyanúgy, mint ahogy egy színház kelléktárában, vagy jelmeztárában. Ezen kívül vannak olyan fotóink is, amelyek az ő műveit ábrázolják, korabeli fotómásolatok, például a Békés Csabai élmények hatására Fogantársítóinás című képről is, és még jó néhány más képről is, de a művek megszületésekor nem csak fotómásolatokat készítettek, hanem részkarcmásolatokat is, amelyeket utána tulajdonképpen mint posztereket értékesítettek. Ha már a fotóknál tartunk, akkor arra lennék kíváncsi, hogy miért hívta segítségül a festő az alkotásaihoz a fotózást, illetve hogyan is kapcsolódik pontosan a művekhez? Amikor először tanulmányfotókat készített, ennek tudjuk a történetét, leírja az egyik levelében, úgyhogy egészen biztos információink vannak ezzel kapcsolatban. Tehát arról ír, hogy amikor a Síralomház című képet Düsseldorfban készítette elő, mint akadémiai hallgatónak viszonylag szűkösek voltak a lehetőségei, és sokszor felmerült az, hogy mérlegelnie kellett, hogy aznap modelleket fogad, vagy pedig ételt vesz magának. És ez egy könnyű, tehát viszonylag könnyű megoldásnak tűnt, hogy a fotó, tehát modelleket lefotózott, tehát ez csak egy kattintás, tehát nem kell órákig, napokig, igen, ott ülni a modelleknek, és a fotózás már, tehát amelyet 1837-ben nyújtott be Daguerre, mint új technikai megoldást, nem az ő találmánya volt, de mégis az ő nevéhez kötjük, tehát sokan kísérleteztek fotózással, ahogy minden más találmány is tulajdonképpen úgy születik, hogy nem egy hú, általában nem egy feltalálója van, hanem sokan dolgoznak, sokan jegyek körül ugyanazt a témát, és hát a szerencsés nevét fogja viselni esetleg később a találmányt, de nem minden esetben ahhoz az emberhez kötjük, aki valóban azt feltalálta. De, tehát ez 1837-ben történt, Munkácsi pedig 1868-ban készítette ezeket a fotótanulmányokat, tehát eltett már addigra annyi idő, hogy ez egy elérhető lehetőség legyen, tehát az ő számára is az elérhető volt, tehát nem volt, az valószínűsítetően jó, drágák voltak a modellek, de azért mégis ez megfizethető volt még egy akadémista számára is, egy szűkösen élő akadémista számára is. Gondolom azért akkoriban az 1860-as években azért még nem úgy és nem olyan szinten volt a fotózás művészete, mint napjainkban. Gondolom azért ahhoz is idő kellett. Volt-e valamilyen előkészületi munka? Hogyan lehetett elképzelni az akkori fotózást? Hát tehát amikor Daguerre bemutatta az első fotóját, ezt az angyal kis puttófejes csendéletet, tehát akkor abban az időben és még utána, hát legalább 10 éven keresztül, ha jól tudom, olyan hosszú expozíciós idővel dolgoztak, hogy 20 perces expozíciós idővel, tehát nagyon-nagyon hosszú, egy csendelet esetében nem jelent problémát, de már egy modell esetében igen. Tehát ez a nagyon-nagyon körülményes eljárás, ez Munkács idejére ezt a technikai problémát a kutatóknak sikerült megoldani. Tehát akkor már ez egy egyszerűbb vállalkozás volt. Tehát úgy kell elképzelnünk, tehát hogy... Van esetleg pontos információk arról, hogy egy-egy ilyen festmény elkészítését milyen előzetes munka
határozta meg? Tehát mennyi volt-e esetleg kutató munka? Ugye gondolok itt arra, hogy ugye a fotózás is ugye beleszámított, hogy ugye témát választott a művész, hogy ezt hogy kell elképzelni? Mennyi ideig tartott egy ilyen előkészület egy-egy festményhez? Szerintem ez alkatfüggő volt, alkotófüggő, alkatfüggő, témafüggő, de azt tudjuk, hogy amikor Munkácsy Mihály készült az olyan, tehát Hőnő hajtott magyar megbízás teljesítésére, amikor megkapta a megbízást az akkor épülő magyar parlament nagy ülésterme számára, a felsőházi ülésterme számára a honfoglalás című képre, amit ő egyébként Árpádnak nevezett, akkor nagyon, tehát évekig folytak az előkészületek. Uh-huh. Tehát ő nagyon sok helyre elutazott, tehát Magyarországon belül a legkifejezőbb típusokat gyűjtötte, a legalkalmasabb jelmezeket, kellékeket gyűjtötte, eszközöket, és ez egy nagyon hosszú időn keresztül tartó folyamat volt. Nagyon, nagyon sokat dolgozott ezzel, több fotóst is segítségül hívott, bár úgy tudjuk egyébként, hogy vásárolt egyszer egy fényképezőgépet, ő maga is, de abból a dokumentumból, amelyben ez a tétel szerepel, ezzel kapcsolatban felmerült az is, hogy az is lehet, hogy valamilyen vetítőgépet vásárolt. Tehát nem tudjuk, hogy pontosan mit, de ő javarészben másokkal fotóztatott, és akkor, amikor a honfoglalás című képhez gyűjtött fotóanyagot, akkor például a miskolci Sabinszky László volt a segítségre, és ő utazott mindenhova a mesterrel, ahol szükség volt az ő szolgálataira. Ugye a város életében Munkácsy Mihály egy meghatározó személyiség, ezt ugye nem is kell említeni. Ön mit gondol, az itt élők mennyire vannak tisztában Munkácsy Mihály munkásságával? Hát mi nagyon igyekszünk, hogy tisztában legyenek a Munkácsy Mihály Múzeum. Tehát mi nagyon szeretnénk, hogy tehát az az érdeklődés, ami már életében a festő felé irányult, tehát egészen fiatalon, már 30 éves korában olyan érdeklődés övezte, olyan figyelem övezte az ő személyét, hogyha megfestett egy komoly művet, vagy kapott egy jó megbízást, akkor azt megírta az újság, erről beszéltek az emberek. Tehát azt szeretnénk, hogy ő ugyanígy a napi valóság része legyen Békés Csabán, mert itt helye van. Tehát úgyhogy azt, hogy mennyire ismerik, hát néha meglepő, hogy mennyire igen. Na, tehát érdeklődnek a közönség érdeklődik Munkácsy Mihály személye és munkássága iránt is, még ebben az évben is, még most is, egyre inkább. Úgyhogy hát az mi feladatunk az, hogy ezt az érdeklődést kielégítsük. Tehát kiállításokat szervezzünk, hogy olyan kiadványokat adjunk ki, hogy olyan előadásokat tartsunk, amivel egyrészt tápláljuk az érdeklődést, kielégítjük, másrészt pedig, hogy tehát felkeltsük mindenképpen, tehát, hogy, és minden korosztályban. Uh-huh. Tehát olyan bemutatókat kellene csinálnunk, ez a célja például a jövő évben a Munkácsy Mihály születésének 175. évfordulóján megnyíló új állandó kiállításunknak is, hogy olyan aspektusban mutassuk meg Munkácsyt, amit talán még eddig nem tettünk, talán még eddig nem tettek. Mindenképpen érdekes legyen, műtárgyközpontú legyen, egyben nagyon érdekes legyen, ha lehet 6-96 éves korig élvezhető legyen, információt adjon át, tanítsunk is vele, tehát ne csak szórakoztassunk, tanítsunk. És ha lehet, tehát azt a képzetet keltsük fel, tehát a Munkácsyra gondolok, akkor mégiscsak van egy érzés, kapcsolódik egy érzés a festőfejedelemhez, ez a nagyon híres mesterhez, ahhoz a mesterhez, akit talán a legismertebb magyar művésznek tartunk, akit mindenki ismer. Akinek a posztereivel az én generációm iskolái, meg a korábbi generációk iskola folyosói ki voltak tapétázva. Igen, akkor a jövőre tekintettel is akkor számos különleges kiállítással készülnek annak érdekében, hogy még pontosabb képet kapjanak nem csak az itt élők, de az érdeklődők is a Munkácsy munkásságból. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszönöm. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!